Üdvözlöm Önöket! Színházzal kezdünk. Március 21-én ünneplik a Bábszínház világnapját. Ebből az alkalomból a Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület új báb előadással várta a gyerekeket és minden mesekedvelőt. Az előadás mellett a Meseföldön pályázat díjkiosztójára is sor került a színház előcsarnokában, ahol a látogatók a pályázatokat is megtekinthették. A Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület új mesével készült a gyerekeknek. A címe Kacor király, mely a magyar népmesék körébe tartozik. A mesében különböző állatok szerepelnek, a szereplők két helyszínt is megelevenítettek. A bábomban nagyon tetszett, az összes báb nagyon tetszett. Melyik állat tetszett a legjobban? Hát a farkas, meg a róka, meg a nyuszi, meg a cica, meg a medve is, minden. És miért tetszett? Hát olyan szép színük volt. És miről szólt a mese? Hát, hogy a cicát rosszat csinált, és a néni kiküldötte, és azért aztán elkóboroltam, a remilágám akart menni, és a rókakomának hazudott, mert azt mondta, hogy ő a király, a macska. És akkor ő fél tőle. És mi volt a végén? Hát aztán visszahívta a gazdája, és ott a többiek meg ott az esti bulit tartottak. Az Adai Színházteremben nagy volt az érdeklődés az új mese iránt. Apraja nagyja is kíváncsian várta a színpadi történések fejleményét. Fontosnak tartom, hogy inkább közösségben legyünk, társaságban gyerekekkel, mint otthon a tévé előtt. Gyakran jönnek báb előadásokra? Igen, amikor csak tehetjük, eljövünk. Hárman érkeztünk, a 3 éves kisebbik fiammal és az 5 éves nagyobbik fiammal. Bábszínház nagyon fontos a gyermek fejlődése szempontjából, mindenféle szempontból jó. Szókincse, képzelete, megelevenedik a mese, és szülőként is élvezhető. Velük is, és mellettük is. Gyakran jártok báb előadást? Igyekszünk minden alkalmat kihasználni, főleg, hogyha helyben van. Mi lehetetben a jó illatú fazekacskában? Na, nézzem csak meg! Jaj, ez finom, csak egy picit. A Bábszínház társulatának fontos volt, hogy a régi magyar népmeséket is feldolgozza. Célja, hogy megismertesse a gyerekekkel a népmese világát, ennek hagyományait és szépségeit. Nagyban segített, hogy a szereplők mind állatok, így karaktereikkel a gyerekek is gyorsan azonosulni tudnak. Azért választottuk ezt a mesét, mert rengeteg állat felvonul benne, és mivel mi ugye nagyon sok állatmesét szoktunk színdarabra vinni, ezért jól esett, mert nagyon jó kis karakterek vannak benne, és hogy az oktondi kis macskát, aki torkos, elzavarja a gazdasszony, elmenekül az erdőbe, és királynak teszi magát, és mindenki azt gondolja, hogy ő a nagy őfelsége, és félni kell tőle, és tisztelni kell, és végül aztán kiderül a legvégén, hogy ő is csak egy kis oktondi állat, az állatok a legvégén megijednek egymástól, ugye, mert nem szoktak ilyen tömegesen együtt lenni, hogy ki is az a kacor király, felszúr a bajuszára, megijednek egymástól, és elmarad a mulatság. Tehát ez egy ilyen kis
rövid mese, párbeszédből álló, az erdőben játszódik, de mi két színfalat is megjelenítünk, a konyha, ahol a gazdasszony a torkos macskát rajta kapja, és aztán aki elmenekül az erdőbe, és ott, mint király, lép a színre. Úgyhogy remélem, hogy nagyon érdekes lesz, először próbáljuk ezt színdarabra vinni, és hogy a gyerekeknek is tetszeni fog. A Bábozás Világnapja alkalmából nem csak előadással készült a társulat. Pályázatot is hirdetett, ahol minden korosztály részt vehetett meseírással, báb vagy bábterv rajz készítésével. Nagyon nagy volt az érdeklődés a pályázat iránt. A sok szép beérkezett anyagból 19 díjat osztottak ki. A Meseföldön pályázat Jancsi Bohóc Bábszínházának a pályázati ötlete volt. Március 21-e a Bábozás Világnapja alkalmából írtuk ki Ada községben. A célból, hogy felfedezzük végül is a mai kornak az igényeit, a gyerekek milyen bábokra vágynak, milyen mesét szeretnének, mert a pályázatunk címe meseíró és báb készítő, báb terv készítő pályázat volt. És itt a községben, Mohol, Törökfalu és Ada szintén 51 rajz, 35 mese, az a 10 évtől egész 99 éves korig volt meghirdetve, és 24 rajz jött be, úgyhogy 19 díjat osztottunk ki különböző kategóriába, egész az ovisoktól a 15-6 éves gyerekeknek. A pályázat sikereiből kiindulva további hasonló kezdeményezések is lesznek a Jancsi Bohóc Bábszínház tervei között. A gyerekhét alkalmából a legjobb meséből előadás is készül majd. A Brácsán játszó tehetséges fiatalember, belgrádi tehetség Nemanja Adamović adott koncertet a belgrádi Collegium Hungaricumban. Nemanja sikertörténete már egészen gyerekkorába kezdődött. A kulturális központban adott koncertje pedig egy újabb állomása volt a felfelé ívelő karrierjének útján. Nemanja Adamović 1999-ben született Belgrádban. A Brácsán játszó fiatal zenész saját elmondása szerint 4 éves lehetett, amikor a családi házban felfedezte a hegedűt. A hangszer olyannyira rabul ejtette, hogy szüleinek azonnal világos volt, fiúk a zenei pályán fog érvényesülni, és ebben támogatniuk kell. Ja sem pored tog instrumenta probao više sati. I to je bio znak mojim roditeljima da me upišu u muzičku školu. Tako da sa 4,5 godine ja sam počeo da sviram violinu u muzičkoj školi Stanković. Potom sam prešao u muzičku školu dr. Vojislav Vučković. U klasi profesorke Biljane Stevanović sam završio osnovnu muzičku školu. I onda eto, odjednom izrastao sam, ja sam visok 2 metra i tehnički nisam mogao više da sviram violinu. I samim tim meni su profesori iz muzičke škole ponudile jedan novi instrument, to je bila viola. Za mene je to bilo veoma nepoznato, međutim, kad sam čuo plemenit i topao zvuk tog instrumenta, na prvi pogled sam se zaljubio. I eto, dan danas, to je moja ljubav, tako da kažem. Tehetségének és szorgalmának köszönhetően a fiatal zenész útja a kezdetektől fogva sikeresen alakult. Már a tanulmányi évei alatt sorra gyűjtötte be a díjakat és az elismeréseket. A középiskolát a generáció diákjaként fejezte. Később folyamatosan csak bővült a szerbiai és külföldi zenekarok listája, amelyekben játszott. Jelenleg a belga Kaszkó Filharmóniának is tagja, de más zenekarokkal is együttműködik. Član sam Baltic Sea Filharmonije, to je internacionalni profesionalni orkestar koji čine ljudi iz evropskih zemalja koje su u dodiru sa Baltičkim morem i par talentovanih muzičara iz ostatka Evrope, uključujući i Srbiju, Španiju, Italiju, na primjer.
Projekat sa Maxom Richterom, čuvenim kompozitorom današnjice, ostaće mi upamćen kao najbolje i, ja mislim, najvažnije iskustvo do sad. To je veoma poznat kompozitor koji je drugi po redu posle Karajana, koji je po broju izdatih ploča za izdavačku kuću Deutsche Grammophon. A belgrádi Kollégium Hungarikumban adott koncerten Johannes Brahms, Rebecca Clark, valamint a vajdasági származású Emil Petrovics szerzeményei is felcsendültek. A fiatal zenészhez barátai is csatlakoztak a színpadon. Vitathatatlan tehetség ellenére Nemanja Adamovics nem tett le arról, hogy tovább képezze magát. Tanulmányait a Belgrádi Zeneművészeti Egyetem mesterképzésén folytatta. A közönség soraiban tanárai is végigkövették a koncertjét. Szent Györgyi Klára, a belgrádi Kollégium Hungarikum igazgatója elmondta, több oka is van annak, hogy Nemanja a Magyar Kulturális Központban adott koncertet. Tehát Deanna Dzsenovicsnak a diákja, aki egy garantáltan jó tanár, én őt még akkorról ismerem, amikor ő Csupriában volt az igazgató, és tehát elsősorban ugye a régi emlékeim. Másosorban pedig biztos voltam benne, hogy ha egy olyan diákja jön ide a Dzsenovics professzornak, aki itt akar koncertet tartani, az biztos, hogy minőségi lesz. Ezen kívül pedig nem mondom azt, hogy hirdettük, de hát elmondjuk, és hát ez egy szájhagyomány most már, hogy mindenkinek, aki a mesteri fokozat miatt akar koncertezni, vagy pedig a doktori fokozat elérése miatt akar koncertezni, ugye mert ezeknek a hallgatóknak muszáj egy koncertet adniuk ahhoz, hogy elérjék ezeket a fokozatokat, akkor ezt mi lehető tesszük a Kollégium Hungarikumban egy feltétellel, az pedig az, hogy magyar szerzőnek a művét játsszák. A mai estén ez a magyar szerző Petrovics Emil lesz, aki vitathatatlanul a 20. század egyik legjelentősebb képviselője a magyar zenének, a magyar zeneszerzésnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel ez a fiatal ember, akiről biztos hallani fogunk még, mert nagyon tehetséges, a próbáját végighallgatta, ez a fiatal ember el fogja játszani ezt a Petrovics művet, és ezzel a Petrovics művel egyben népszerűsíti ugye a magyar komoly zenét, másrészt pedig hát egy nagyon szép koncertet fogunk hallani biztosan a Kollégium Hungarikumban. Nemanja Adamovicsnak tehetségével és játékával sikerült elnyernie a közönség tetszését, amint egy egyórás koncertjét vastapssal díjazták az egybegyűltek. Bemutatták Fekete Ádám első rendezését, a Dél-Mezopotámiát. A Szabadkai Népszínház magyar társulatának harmadik bemutatója egy abszurd játék, egy kalandjáték, ami a szerző saját önreflexiója. Ádám nem csak rendezte az előadást, de ő maga írta a darabot is. Hiába ejtőzködsz! Tudom, hogy te vagy! A Dél-Mezopotámia egy abszurd játék, amely a testképtudatot, annak zavarát, a nyelvi gátokat és az apahiány kérdéskörét járja körül sok humorral. Gyakorlatilag a szerző az előadásban a saját életét és traumáit vetíti ki. Van benne az poetika, mindenképpen autobiografikus, tehát van benne egy olyan, hogy az én személyes életemből és az én
mozgássérültségemből adódó különös test tudat és a többi test közötti idegenségérzetből jön, de pont az volt a lényege, hogy idehozom ilyen Szabadkára, ami egy határváros, ami egy kevert város, ami egy nagyon különös légkörű hely, és hogy tudunk ezekből a témákból, amik engem mondjuk a testemen keresztül nagyon érdekelnek, itt a helyi társulattal mindenkit érintő motivumokká, vagy képekké, vagy szövegekké áttranszformálni, de mindenképpen az indítása az belőlem jön. Barát Attila Fekete Ádám alter egóját játsza. Gondolom, hogy ahogy a drámának és az előadásnak is a kalanda műfai megnevezése vagy kategorizálása, meg a nézőknek is úgy gondolom, hogy ez egyfajta kaland. A próba folyamat is végül is az volt, mert hát az első találkozásunk a szöveggel az nagyon furcsa élmény volt, hogy nem nagyon tudtuk értelmezni, hogy most itt mi micsoda, aztán nyilván Ádám ő elmesélte ugyanúgy valamilyen szinten az ő viszonyát ezzel a szöveggel, ahogy az előadás előtt is elhangzik. És akkor szépen lassan úgy elkezdtük kibontani, vagy lefejtegetni, mint a hagymáról a különböző rétegeket, hogy igazából miről is szól. És a konkrétan, ami az én karakteremet illeti, az egyfajta ilyen, hát Ádámnak a megtalálása bennem. Tehát, hogy végül is ez az ő sorsát ugye teszi egy ilyen metaforisztikus környezetbe, és úgy kellett őt valahogy megfognom, hogy azért mégse ő legyen, nyilván én játszom, akkor belőlem épül a dolog, úgyhogy ez a közös nevezőt kellett megtalálni. Anna, hát egy egész cica világot, sőt azon túl is sok mindent támadtál ide a színpadra. Mi volt a kérés, és hát honnan, hova jutottatok ebből? Kérés? Hát ilyen kérés nem volt, az a szó az volt, hogy Dél-Mezopotámia. És mi az Ádámmal már elég sokat dolgoztunk együtt eddig, azt hiszem, hogy ez az ötödik vagy hatodik munkánk, és ez egy ilyen elég szabad folyamat, úgyhogy így hagyott gondolkodni, és akkor nekem ez a macska dolog ez úgy jött, hogy akkor gondolkodtam, hogy Dél-Mezopotámia, hogy mi volt, mi ez, akkor eszembe jutott, hogy a Tigris és az Eufrates folyó között van. És akkor felhívtam az Ádámot, hogy szerintem kéne egy Tigris. Tigris nem, de cica kellett. Elég sok. A rendező és Molnár Anna díszlettervező is most dolgozott először Magyarországon kívül. Most pedig kultúrát ajánlunk. Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban április 1-én és 2-án a VM4K program sorozata keretében Fabók Mancsi Bábszínháza lesz látható, a háromágú tölgyfa tündérrel darab címe. 1-én 17 órakor, 2-án pedig 11 órakor játsszák majd. Április 9-én Gubinec Ákos és barátai Határtalan férfiének címmel lépnek fel szintén a Kosztolányi Dezső Színházban. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet programja le ez, illetve ez egy ingyenes lemezbemutató koncert. A Kortárs Galériában Szabadkán az Idők ráncai címmel Révész Róbert fotóbemutatója lesz 19 órától. A Szabadkai Gyermekszínházban április 1-én a Harisnyás Pipi című népszerű előadást láthatják a legkisebbek 11 órától. Kanizsa. Április 2-án szombaton 19 órától a Regionális Kreatív Műhely próbaterme a Regionális Kreatív Műhely szervezésében egy szegedi korabarok zenei koncertet ad majd. Április 5-én kedden pedig 17 órakor és 19 órakor a Művészetek Házában a Knása Omi szervezésében a Nyár, amikor megtanultam repülni című hazai filmnek a bemutatóját láthatják majd. És végül Zenta. Április 4-én a Zentai Magyar Kamara Színházban a Művészet című darab lesz színpadon 19 órától. Ennyit tekintettünk át kultúrából. Két hét múlva ismét várom Önöket. Viszontlátásra!